Mellettem a filmvilág egyik leghíresebb vörös szőnyege, ahová hamarosan érkeznek a sztárok. Mi pedig magyar filmekről és filmsikerekről is beszámolunk innen, Cannes-ból. Mai adásunkban a Schwenk stábja a 74. Cannes-i Filmfesztiválról jelentkezik, melynek versenyprogramjába vetítették az aranymedvedíjas és Oscar jelölt Testről és lélekről rendezőjének, Enyedi Ildikónak új filmjét, a Feleségem története című alkotást. Mundrucó Kornél Evolúció című új filmje a Cannes-i Fesztivál újonnan létrehozott Cannes Premier szekciójába kapott meghívást, illetve a filmünnep további érdekességeiről, magyar vonatkozású híreiről is beszámolunk, egyenesen Franciaországból. Itt vagyunk a Cannes-i Fesztivál palotájában, ugye ez a központi eseményeknek a színhelye. Itt ide érkeznek a sztárok, ennek a palotának az egyik felében zajlanak a vörös lépcsős vetítések, a nagy premier vetítések, hova érkeznek mindig a sztárok limuzinnal, fölmennek a vörös lépcsőn, és tulajdonképpen itt kerül megmérettetésre először nagyon sok film. A világ legnagyobb nemzetközi mustrájáról beszélünk, amikor a Cannes-i Filmfesztiválról beszélünk. Mindenki arról álmodik, hogy a filmje eljusson ide, és nem véletlenül, hiszen ez a legöregebb és ez a legnagyobb nemzetközi filmfesztivál, és hát az amerikai filmek ugye itt mutatják meg magukat először Európában, az európai filmek pedig innen próbálnak meg elrugaszkodni a nagyvilág felé, hogy minden országba eladhassák őket, és a forgalmazókon keresztül a világ filmszínházai bemutathassák ezeket a filmeket. Ez egy óriási esemény. A szakma csúcsa. Tehát aki szerzői filmben van, úgynevezett arthouse filmben vagy művészfilmben, annak a legnagyobb célja, hogy folyamatosan lehetőleg Cannes-ba legyen. Na most, ami még nagyon érdekes, hogy mindenki itt van. Tehát itt bárkivel tudsz találkozni. Ils sont là dans le cadre du dispositif lycéen et apprenti au cinéma, accompagné de Cinéma du Sud et TILF, une initiative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le Festival de Cannes. Bienvenue, lycéens de Salon de Provence. Van a vörös szőnyeg, ez amióta filmfesztiválok vannak, azóta ez nyilván nem a közönségnek készül, hanem a stáb vezető tagjainak, és főleg a színészeknek. Színészeknek, a rendezőnek, meg a producereknek. Alain de Sauvage, le monteur du film, et Hans Everert, le producteur. De valójában az a 200 kamera és fotóriporter, az a sztárokat várja. És hogyha te nem vagy sztár, mert életedben először vagy a Cannes-i vörös szőnyegen, mint filmkészítő, abban a pillanatban megvár az esélyed, hogy sztárrá válj. Én végsősorban egyet értek ezzel a felhajtással, mert el kell tudni adni a filmeket. Oliver Stone, qui était venu présenter. Annyira erősek most már a sorozatok, annyira sok más helyen tudja magát szórakoztatni a néző. Tehát ahhoz, hogy még mindig nézzem klasszikus filmet, különösen szerzői filmet,
Hát ahhoz kell ez a, azt hiszem kell ez a habverés. És mi magyarok nagyon régóta vagyunk részesei ennek az eseménynek, hiszen az első magyar film, ami a Cannes-i filmfesztiválon szerepelt, Keleti Márton, a Tanítónő című filmje volt 1948-ban, hát utána pedig tudjuk, hogy Makkároly Lilion fia is megjárta a Cannes-i fesztivál hangulatát. 1956-ban Fábri Zoltán a Körhinta című filmmel volt itt, de hát utána jöttek a további sikerek, Makkároly Szerelem című filmje zsűridíjat kapott, aztán utána Mészáros Márta filmje, amit most fogunk bemutatni a Cannes Classic szekcióban, 1984-ben is megkapta a zsűri külön nagy díját. És hát az utóbbi évek sikereiről is mindenképpen meg kell, hogy jegyezzük, hogy Nemes Jeles Lászlónak a Saul fia című filmje az a film, ami elnyerte a Cannes-i nagy díjat, és ezzel tulajdonképpen bejutott, vagy belépőt nyert a világ legdíjazottabb filmjeinek a sorába, hiszen ezután jött az Oscar díj, a Golden Globe és meg számos más díj. Azt hiszem, hogy a magyar filmtörténet legtöbb díjat elnyerő filmje volt, és a film útja is Cannes-ban kezdődött. Az idei fesztiválon két nagy játékfilmes rendezőért is izgulhattunk, az egyik Enyedi Ildikó, aki az Aranypálmáért szállt versenybe, a másik pedig Mundruczó Kornél, aki a premier szekcióban mutathatta be legújabb filmjét. I imagine I'm already dead, but before I die, I revive for one last time and run away. Enyedi Ildikó új filmje, a Feleségem története Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett, azonos című regénye alapján készült. Az Ezer egy éjszaka szerűen dús, titokzatos, szerelmi történet állarcában Störkapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken átértjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét. Chance to meet the old sea dog. No more of a sea dog than you are a wharf rat. Enyedi Ildikóval 2005 táján kezdtünk el gondolkozni azon, hogy közösen filmet készítsünk, és akkor Enyedi Ildikónak nagyon komoly, nagy tervei voltak, nagy film tervei, amiből most az egyik megvalósult, mert most, ami itt Cannes-ban van, a Feleségem története, az egy igazi európai nagy árja, tehát egy nagy költségvetésű film. You'll never be able to break away from her. A film rendezője, Enyedi Ildikó a jelölés kapcsán elmondta. Nagy boldogság volt számára az elzárt hónapok után körbehívni a vezető munkatársakat a hírrel, bár legszívesebben felhívott volna mindenkit. Sok friss munka lesz még most is a filmmel, hiszen egy rendezőnek hajtós időszak egy film elindulása. It's useless to wait for life to accommodate you. Ezek között a feladatok között kiemelt helyen szerepel egy igazi, erős magyar szinkron elkészítése, amit Bátori Orsi kiváló szinkronrendezővel közösen készítenek. Reményeik szerint a film eredeti és szinkronizált változatban egyaránt elérhető lesz a mozikban. És hát tényleg ez a szakma csúcsa itt lenni Cannes-ban versenyben, és mondom, velem kisfilmekkel négyszer megadatott, de nagyjátékfilmmel most vagyok itt először. Úgyhogy ennek én nagyon örülök. A Feleségem története magyar, német, olasz és francia koprodukcióban a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.
filmes és színházi munkáival világszerte elismert Mundruczó Kornél újabb erős drámát készített Evolúció címen. 2021 tavaszán 13 forgatási nap alatt. A történet örökül kapott traumákról és azok feldolgozásának lehetőségeiről szól. A filmet nagy sikerrel mutatták be Cannes-ban, melynek producerével percekkel a bemutató után beszélgettünk. Hát nagyon szeretünk itt lenni igazán, tényleg, hát itt nőttünk föl. Valahogy Cannes nekünk így úgy hazai pálya szerencsére, és így hozta az élet, hogy tényleg sokszor lehettünk itt, állati nagy megtiszteltetés, de hogy valóban otthon is érezzük magunkat, tehát itt nőttünk fel, tényleg 20 éves korunktól vagyunk különböző stresszes helyzetekben itt a Cannes-i különböző szőnyegeken. Nekünk is meglepő gyorsasággal jött ez a film, mert forgatni tudtunk márciusban, és miután hosszú snittekből áll, ezért az utómunkája is relatív gyors volt, de hát azért az így is messze menőkig felgyorsított folyamat. És tulajdonképpen így a válogatás lezárása előtt pár nappal elküldtük, szintén próba szerencse alapon, úgyhogy egy ilyen meggyorsított szerencsés menetben voltunk. A Nemzeti Filmintézet ennél a standnál árulja itt Cannes-ban a külföldi forgalmazásra szánt filmjeit. De milyen egy ilyen filmes vásár? Ennek jártunk utána. A szakma, a filmszakmában Cannes az nem csak a fesztiválok csúcsa, hanem a úgynevezett market, tehát a piac csúcsa is, tehát itt van a legnagyobb filmpiac minden évben. Világ legnagyobb filmes piaca. Itt történnek a legnagyobb üzletkötések, mindenki azért próbál itt standot bérelni, hogy megmutathassa az éppen aktuális nemzeti filmtermését, de nem csak országok, hanem magáncégek, világforgalmazók képviseltetik a katalógusukat. Ez egy óriási platform, ettől lesz a filmvilág nem csak művészet, hanem igazi üzleti és ipari ágazat is. Mi fő feladatunk, hogy a magyar filmtermést, a jelenlegi filmtermést és az archív filmeket is eladjuk külföldre, amennyire csak lehet minden országban, amik érdeklődik. Az előre beszkegyulált meetingektől eltekintve vannak olyan vásárlóink, vagy olyan klienseink, akikkel még esetleg korábban nem voltunk kapcsolatban, tehát akkor még nem kliensek, de itt mászkálnak, nézelődnek, megtetszik nekik egy plakát, megkérdezik, hogy ez milyen film, és akkor nyilván leültetem őket, elkezdünk beszélgetni, megismerem őket, és akkor bemutatom nekik az aktuális katalógusunkban szereplő filmeket. Tehát itt az eladások már inkább országok szerint működnek, vagy pedig vannak régiók, tehát ez is változhat. Tehát van, aki az egész arab régióra vásárol, valaki egész mondjuk a dél-kelet-ázsiai országokra vásárol, vagy pedig nyelvterületre, például a német nyelvű területekre, ugye beletartozik Németország, Ausztria, németül beszélő Svájc. Ez egy filmdiplomáciai esemény is, tehát kétoldalú vagy többoldalú kapcsolatokat tudunk kiépíteni minden évben, ami hasznos a magyar filmnek. Mert nekünk az a dolgunk, hogy a magyar filmet promováljuk amennyire lehet, eladjuk külföldre. Jelen volt Cannes-ban a párizsi székhelyű Totem Films képviselője is. A Totem Films nemrég vásárolta meg Fabricius Gábor első nagyjátékfilmjének nemzetközi forgalmazási jogát, és nagy reményeket fűz az együttműködéshez. Cannes egy csodálatos bemutató helyszíne a filmeknek. Itt mindenki filmrajongó, és éjjel-nappal csak a filmekről van szó. De ennek a fesztiválnak van egy nagyon komoly iparági jelenléte is. Sokan keresnek ugyanis itt forgalmazót vagy partnert, finanszírozót a terveikhez. De fontos, hogy potenciális forgalmazókkal is találkozzunk, akik akár azt is lehetővé tennék, hogy filmjeinket Japánban, Mexikóban, vagy akár az Egyesült Államokban is vetítsék. Az a cél, hogy az általunk képviselt filmek minél több helyre eljussanak. Nagyon örülünk, hogy Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című filmjét mi képviselhetjük. A film számunkra szerelem volt első látásra, mind a történet, mind a képi világ szempontjából. Ez egy első filmes rendező egészen különleges munkája.
really very distinctive. És hát nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy a Cannes-i Fesztiválnak a klasszikus szekciója 2015 óta minden évben figyelmet szentel a magyar restaurált filmeknek. Ezzel ugye egy kicsit a munkánk elismerése is tetten érhető, és hát ez egy óriási büszkeség, hogy a magyar filmtörténet nagy alapkövei, mérföldkövei bekerülhetnek az itteni klasszikus filmes seregszemlébe. Mint a Nemzeti Filmintézet filmarchívumát, leginkább a Mészáros Márton Apró Gyermekeinek című filmjének a bemutatója, hiszen ez egy bemutató, a restaurált változatot fogjuk itt premierként vetíteni. Ez az az esemény, ami minket leginkább érint az idei Cannes-i Filmfesztiválon. És hát 1984-ben Mészáros Márta tulajdonképpen besöpörte a zsűri különdíját a Napló gyermekeimnek című filmért, és hát ez egy óriási esemény volt, mert Mészáros Márta tulajdonképpen a női filmes generációnak az egyik legelső képviselője volt. Emlékezzünk rá, hogy ő volt az első női filmrendező, aki aranymedvét nyert Berlinben, és hát pár évvel később pedig Cannes-ban megkapta a zsűri külön nagy díját. Mészáros Márta személyesen nem tudott eljönni a filmje vetítésére, de a Schwenknek exkluzív interjút adott, amiben felidézte a Cannes-i emlékeit. Nagyon érdekes volt, először volt nő Cannes-ba a filmjével. Ez én. Szóval nem volt, csak férfiak voltak. És nagy sikere volt a filmnek. Hát én voltam egyszem egyedül, két évvel később, mert voltak nők is. Lengyelországból jöttek, meg nem tudom, Németországból. De ez mikor én jöttem, hát mindenki el volt tájulva, hogy mindenki azt hitte, hogy én csak úgy jöttem. És mikor kiderült, hogy film van, és mikor lement a film, akkor kicsit ilyen fenomén volt ez a dolog, hogy én ott egyszer csak megjelenek, mindenki férfi, csak férfiak voltak, és én nő, és ment a filmem, és ez egy jó film, ez egy egyszerű film, de jó film, és nagyon jó alanyok voltak, akik játszottak a filmben. Nagyon rólam szólt ez a történet, mert ugye a szüleim sorsa lényegében volt meg az én sorsom. Az árvasága. Arra emlékszem, hogy nagyon sok helyen volt a világban a film, és arra emlékszem, hogy az emberek szerették. Szerették, és szívesen megnézték, és volt valami érdekes benne, mert azt hiszem, az volt az érdekes, hogy egy egyszerű lányról szólt. Egy egyszerű, szegény lányról szólt, ami nem nagyon csináltak a magyarok, ma se csinálnak. A Napló gyermekeimnek a vetítése az itt látható Buñuel teremben lesz. Egy 300 fős csodálatos moziterem, igazi fesztivál élmény lesz. Ugyanitt vetítették korábban is a magyar filmeket, és azt hiszem, hogy ez méltó helyszín arra, hogy újra visszatérjenek ezek a csodálatos alkotások a nemzetközi porondra és a Cannes-i Filmfesztiválra. Én azt gondolom, hogy egyrészt azért is érdemes minőségi filmeket támogatni, mert valójában ezek csinálnak profitot, ez egy produceri szempont, másrészt pedig az ország szempontjából egy nagyon jó PR. Tehát ez egyszerűen, akkor írnak rólad a világlapok, jó színben tűnik fel az ország, tehát szerintem ez a legolcsóbb reklám.
mert hiába kerül relatíve sokba egy film, de hogyha utána megnézed azt a médium, azt a sajtó megjelenés tömeget, hogyha azt például ki kellett volna fizetned, és amiben jó színben tűnik fel az ország, hát az sokkal többbe kerülne. Tehát a kultúra ezért is nagyon fontos. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a Schwenk Cannes-ból jelentkezett. A jövő héten Enyedi Ildikó filmjének kulisszatitkait is megmutatjuk.